Sziasztok! Ez az első videóm. És a mai nap egy mini torta receptet fogunk elkészíteni. Előre is mondom, hogy én nem mértem ki a dolgokat, mert ugye nekem mondjuk kicsi a forma, úgyhogy és lehet, hogy nektek nagyobb, és ezért nem mondok ilyen mértékegységeket, meg ilyeneket. Szóval elmondom, hogy mi kell hozzá. Citrom, reszelt citrom, és reszelt narancs. Vaníliás cukor és sütőpor. Egy tojás. Sütőmargarin, amit itt felolvasztottam. Tej. Liszt. Cukor. Egy ilyen keverő. És egy kanál, meg egy tál. Akkor beleteszek, hát mondom, szemmértékre egy kis lisztet a tálba. Mondjuk így egy ennyit most. A következő videó, amit fogok csinálni, abban biztos, hogy lesznek mértékegységek, úgyhogy akkor már könnyebb lesz, szóval itt bele van rakva a liszt. Ebbe teszek egy kis tejet. Körülbelül ennyit. Hogy így nézzen ki. Szóval nem túl sokat, de majd az állagán úgy is tudtok változtatni, hogyha esetleg túl folyós, akkor lisztet raktok bele, ha esetleg túl híg lett, vagy mit? Na, hogyha esetleg túl kemény lett, akkor meg tejet rakjátok bele. Belerakom a felolvasztott sütőmargarint. Cukrot. Körülbelül először két evőkanálnyit rakunk bele, és majd meglátjuk, hogy mennyi kell még bele. Én igazából, hogyha sütök egyedül, mert mindig egyedül szoktam, akkor így szemmértékre rakok, meg ilyenek. Beleütöm a tojást, de előtte hozok. Előtte hozok egy szalvétát, hogy meg tudjam törölni a kezem. Jó. Belerakunk egy csomag vaníliás cukrot. Jó. És a
másik műport. Ebből nem az egész csomagnyit, csak hát, körülbelül a felét, még annyit se, hoppá. És akkor jön a citrom, meg a narancshéj. Nincs. Ebből is egy keveset meg ebből is. Nagyon finom illatok van. És mindent beleraktunk. És akkor most szépen, amúgy így néz ki, szépen összekeverjük. És ugye észreveszitek, hát én legalábbis most egy kicsit sok észtet raktam, de nem baj, mert ezen tudunk változtatni. Természetesen. Így. Szóval egy kis tejet még. Ez a recept elég nagyon egyszerű, mert csak össze kell keverni a hozzávalókat, és utána csak be kell tenni a sütőbe, és készen is vagytok. Igazából. Még én nagyon pici tejet rakok bele, hogy legyen ennyire sűrű. Tökéletes, és akkor ilyenkor, amikor már ilyen szép állagot, homogén, természetesen homogén állagot kaptatok, akkor ilyenkor meg kell kóstolnotok, egy nagyon pici, hogy milyen az íze. És nekem sikerült eléggé jól eltalálnom, csak egy pici cukrot kell beleraknom. Tényleg csak még nagyon picit, majd tényleg jól eltaláltam. Egy tegyek kanálnyit. Kanálnyit. Meg még nagyon picit rakok a narancs és a citromhéjból. Nem jött ki. Így, és akkor ezt így összekeverjük megint. Én megkóstoljuk egy nagyon piti. Jó, tökéletes.
És 180 fokon megsütjük, és erre sem nem mondok így időt, mert én sem tudom, hogy meddig fogok sütni. Ez attól függ, hogy mennyit csináltok, és hogy... hogy mennyire sűrű, meg mennyire nem sűrű, meg hogy... Igen. Úgyhogy betesszük addig, amíg nem látjuk azt, hogy már nem ragad rá a fogpiszkálóra, vagy a villára, vagy a már szeretnétek. Úgyhogy visszatérek, amikor megsütöttük. Kivajasztam már a formámat, és bele fogom önteni a tésztát egy kanál segítségével. Szépen, ugye, nagyon kivajasztam az oldalát, és ide alulra megtettem egy sütőpapírt, és itt így elmegy. Tehát, úgyhogy, hogy csináljam, hogy ti is lássátok, talán így a kezemtől. És nekem ez pont elég tészta. Úgyhogy itt pont van már. Ups, ott belemett valami. Egy nagyobb, hogy hívják, az citromhéj csomó. Jó, és itt van már benne a tésztám, és ezt beteszem a sütőbe, ahogy mondtam, 180 fokra. Majd jelentkezek, amikor megsült. Na, megsült a tortánk. Itt kicsit megbarnult, de igazából az nem baj, mert én voltam a hibás, na mindegy. Szedjük is ki. Nagyon szépen kijött. Alig maradt valami az oldalán. Ezt félre rakjuk. És itt van egy gyönyörű szép tortánk. Az illata az valami mennyei. Most vágjuk fel. Jó, gyönyörűen felvágtuk. Nem látszik. Nagyon gyönyörű. Fú, imádom. Itt csináltam egy krémet. Ez egy ilyen előre, ez egy ilyen, hát egy ilyen instant porról készült krém. Úgyhogy most használok egy sem egy ilyet. És szépen fel fogunk. Na jó, mondjuk egy kicsit még meleg belül, de nem baj. Nem is itt döntöm ki. Nagyon finom citrusos illata van. Úgyhogy szépen öntünk rá egy picit. És szépen eloszlatjuk, hogy mindenhova jusson ebből a krémből. Úgy csinálom, hogy lássátok. Így. Talán
ok. Kívülre most nem szeretnék egy kis kevés a krém. Tehát inkább belőle rakok. Így, és akkor ezt szépen középre tesszük. És még erre az oldalára is teszek egy kis krémet, amennyi itt megmaradt, hogy jó krémes legyen. Jó, elég is lesz, ahogy se jön neki, úgyhogy... Fú, olyan finom illata van, gyerekek, hogy... És nagyon óvatosan ráhelyezzük. Kicsit itt kijött az oldalán, de akkor így szépen végighúzzuk. Nem baj. Kicsit ugye a krém miatt csúszik, de nem baj. Ups, egy kicsit eljelentem. Úgyhogy ez lett az én tartalom. Ezt itt nézitek, hogy egy kicsit itt kifolyt. De hát ez van, ezt beteszem a hűtőbe, hogy egy kicsit a krém az megkossan benne, és legyen ilyen nagyon, ilyen folyós benne. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a főzős, vagy hát sütős inkább. Mi? Nem. Remélem, hogy tetszett nektek ez a főző újra. Remélem, hogy tetszett nektek ez a sütős videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel az új csatornámra, és írjátok meg lent kommentbe, hogy milyen videókat szeretnétek látni tőlem, vagy mit süssek, vagy mit főzzek, vagy egészséges, hogy legyen, vagy inkább ne. Úgyhogy, sziasztok!